A program a Széchenyi üzenete a Mának című előadással indult. Széchenyi István életéről és munkásságáról a téma ismerője Cserháti László Gábor beszélt. Fontosnak tartja, hogy a legnagyobb magyar életműve ne merüljön feledésbe. Ehhez segítséget nyújthatott születésének 225. évfordulója alkalmából a Széchenyi Emlékbizottság 2016-ot Széchenyi emlékévvé nyilvánította. Úgy gyakorolta a hazafiságát, hogy a mindennapjait abban élte meg, hogy hogyan legyen a hazájának jobb a sorsa. Ezért alapította azokat a társaságokat, ami ugye összekötötte a keletet és a nyugatot, ezzel a hídépítéssel indult el a magyar ipar és a nemzetközi kapcsolatrendszerek gondolkodás. Ez egy olyan forradalmasító gondolatsor volt, ami Széchenyinek a maradandóságát és az örök érvényűségét igazolja. A szervezők idén az ismeretterjesztő előadásokra és a zenére helyezték a hangsúlyt. Emellett a legfiatalabbakat mesesarokkal és gyermekfoglalkozásokkal várták. Az első zenei programot Maja és Fecó szolgáltatta, akik 45 perces koncerttel szórakoztatták a közönséget. Brogyányi Mihály Pozsony magyar emlékei címmel tartott előadást. Tőzsgyökeres pozsonyiként és idegenvezetőként kiválóan ismeri a várost, amelynek gazdag a magyar múltja. Mindenkinek azonnal, hogyha Pozsonnyal kapcsolatban beszélünk, akkor eszébe jutott, amikor koronázó város van, hogy ott van a Szent Márton dóm, hogy amikor ott voltak az országgyűlések, a Hajda Magyar Királyi Kamarának az épülete, a reformkornak az összes nagy személyisége lakott ott, tartózkodott ott. Aki Pozsony belvárosát kicsit ismeri, annak rá kell döbbennie, hogy mindenhol a magyar múlttal találkozik. Rendszerváltás után ez a város kezdte felvállalni jobban a múltat. A szlovákok között az elmúlt időben megnőtt a érdeklődés a valóban magyar jellegű dolgok iránt. Időközben besötétedett, de a rendezvény tovább folytatódott. A több órás program záróakkordját Pataki Ádám Henpen koncertje jelentette. Körülbelül 3 évvel ezelőtt jutottam hozzá, Milánóba kellett kiutaznom érte, és már nagyon régóta vártam erre a hangszoborra, csak hát nem olyan egyszerű hozzájutni. Új begyekkel kell megérinteni a hangszobrot, tehát nagyon érzékeny ez a tárgy. Nekem egy teljesen új világot adott. Alapvetően egy nyugodt ember vagyok, de egyfajta lelki nyugalom szállt rám, amióta velem van, és mindig elvarázsolja az emberek szívét.